Érkeznek a huszárok a Siklósi vár udvarára. Itt tartották a március 15-i megemlékezést az önkormányzat szervezésében. A forradalmi eszmék szerzői talán mindennél jobban hittek abban, hogy a magyar nemzetnek joga van a szabadsághoz, joga van a függetlenséghez, joga van az önállósághoz és joga van a szuverenitáshoz. Talán nem túlzás azt állítanom 2022-ben majdnem előtt itt állva, hogy ezek az elvárások, ezek az irányok, ezek az alapvetések ma mindennél aktuálisabbak. A polgármester kiemelte, hogy a stratégiai döntésekben és ezek megvalósításában, úgy mint 1848-ban, ma is összefogásra van szükség. Eredményt elérni, tetteket véghez vinni csak úgy lehet, a jobbító szándék mögé állva ma is mindjárt összefogunk és teszünk a közös jövőnk érdekében. Igen, tanulnunk kell a hősöktől. Mit is? Elszántságot, elhivatottságot, tiszteletet, alázatot, és végül, de nem utolsó sorban, hazaszeretetet. A siklósi megemlékezésen beszédet mondott a terület országgyűlési képviselője. Nagy Csaba kiemelte, hogy idén nem ünnepelhetünk úgy, mint korábban, hiszen a szomszédos Ukrajnában háború folyik, de ebben a nehéz helyzetben is példát mutathatnak a 48-as hősök. Napjainkban a világunk ismét bizonytalanná vált. Világjárvány, gazdasági válság, háború. Landerer és Hekenász nyomdában március 15-én kiadott 12 pont gondolatai irányadóak a 21. században is. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Idegen hatalmak hazánkat ne sodorják idegen háborúba, magyar katonákat ne vigyék külföldre. Vegyünk példát elődeinkről. Idén óriási felelősség van a politikusokon, döntéshozókon a képviselő szerint. A 2022-es év tavasza nem lehet a kiszámíthatatlanság ideje, nem lehet a felelőtlen össze-vissza beszél ideje. Ilyen történelmi időkben minden nap józan belátásra és higgadt döntésekre van szükség. Orbán Viktor miniszterelnök urat idézve, ebben a konfliktusban a legfontosabb a magyarok békéje és biztonsága. Merítsünk erőt abból, hogyha 174 éve bízni tudtunk egymásban, ma is számíthatunk, támaszkodhatunk egymásra. Az ünnepi műsort a Kanizsai Dorottya általános iskola diákjai adták. Majd a megemlékezés végén megkoszorúzták a résztvevők a vár kápolnájában Batthyány Kázmér emléktábláját. Ő volt Baranya megye főispánja, majd kormánybiztosa a szabadságharc alatt, később külügyminiszter. Földi maradványait itt helyezték el a családi kriptában.